gratulálok, mert sikerült megoldanotok az első feladatot. Mennyire volt nehéz a Cryptex? Rájönni volt nehéz a kódra, de utána nagyon könnyű volt az egészet kitalálni, hogy hogy jön. Az a lényege, hogy egy olyan helyet keresünk itt a szigeten belül, ahol információt kapunk Budapestről, ahol filmeket nézhetünk retrókocsikban, és ilyen leveleket rakhatunk ki körbenülve, hogyha oda megyünk. Akkor menjetek most tovább arra a helyre, ott vár titeket a következő feladat, és hogyha azt is megoldjátok sikerrel, akkor tovább tudtok menni a következő állomásra. Location, them girls, I done got them. Caucasian, I throw us up nothing. You see me in the area, yes, you know what's popping. Real soldiers, a loop and the bomb's dropping. Keresünk egy alabetűt, egy H betűt, akkor biztos oda kell forgatni hozzá valamit, ami kiadja a valódi jelentését. Csak nem tudom, hogy mit kell oda forgatni. 26 betűjét kell használnunk az angol ABC-nek. Megtaláltuk a logikáját, ugye kaptunk betűket, és el kellett forgatni ezt a lapot, amin volt. Rajta vannak itt az alap angol ABC, és nekünk ezt kellett elforgatni mindig kettő betűvel a számokat. Arról szól a vége, hogy egy olyan helyet kell keresnünk, ahova gyerekkorunkba mentünk a barátainkkal szórakozni, megjátszani, és azt írja, hogy a következő feladatunk itt vár ránk, és hogy szükségünk lesz, hogy nyitva tudjuk tartani a szemünket a sötétben. Én azt javaslom, hogy kérdezzétek meg emberektől, vagy így az infókultor, mert hogy van itt játszótér, vagy egyébként szokott lenni gyereksziget is, mert akkor ők tudják. Tehát sima, tényleg egy játszótérre gondoljatok, tehát nem az óriás kerékre kell gondolni. Az volt a megoldásunkon, hogy keep your eyes open in the dark, tehát nincs nyitva a szemed a sötétben, és én gondoltam, arra gondoltunk, hogy van egy ilyen ability park, és hogy hátha itt van egy ilyen, mert van egy ilyen Pesten egy ilyen múzeum, ami be van rendezve ilyen sötét, tehát egy sötét kamra, és hátha itt is van egy ilyen. Az is volt, hogy egy Rubik kockát kell keresnünk, ez rá volt írva, és szerintem nem itt lesz, de hát most megnézzük. Most találtunk egy logikai sátrat, és mivel a Rubik kocka logikai játék, ezért gondoltuk, benézünk, de elég sötét is van itt, úgyhogy úgy gondoljuk, jó úton járunk, és itt megláttuk a Uniknek a feliratát, úgyhogy mindenképp. Egyszer egy hételes Rubik kocka. Nehéz volt ide találni? Hát igen. Igen, ez így elég trükkösen volt az megfogalmazva, de azért a játszóteret azt úgy megkérdeztétek. Az információs pult alapján aztán utána többit meg itt telett csak, úgyhogy egyszer megláttuk a logikai sátor, és akkor jöjjünk be. Kaptunk egy hozzászólást a Unique Budapesttől, akik lájkolták is a képünket, de jó, hogy milyen szép képet csináltunk, és hogy holnap is ott legyünk. Igen, megérte megcsinálni, én úgy érzem, mert nagyon élveztük. Igen, nagyon jó volt.